Kálmán Olga képviselőasszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, tisztelt Rogán Antal nevében válaszoló államtitkár úr. Hát nekünk nem, de önöknek nagy szerencséjük az, hogy nem jogállamban élünk, különben kártérítést követelhetnék önöktől, azok után, hogy elolvastam a legújabb nemzeti konzultációjukat. Remélem, hogy megúsztam agykárosodás nélkül. Ebben a nemzeti konzultációnak nevezett síralom halmazban én nem találtam egyetlen problémát sem, amivel a magyar emberek manapság szembesülnek. Nincs benne szó az Európa rekorder Orbáni inflációról, az áremelésekről, amit önök okoztak. Nincs benne szó az EU-ban utolsó előtti magyar bérekről, aminél már a románok is többet keresnek. Nincs benne szó arról a 400%-os kormányzati extra profitról, amit önök keresnek a magyaroknak eladott orosz gázon. Nincs benne szó arról sem, hogy önök megszorítás spirálba sodorták az országot. Ez a nemzeti konzultációnak nevezett szemét egyetlen szóban sem foglalkozik Magyarországgal és a magyarok problémáival. Ehelyett miről van szó? Brüsszelről, Brüsszelről és Brüsszelről. Ja, meg persze Brüsszelről, hát az nem is maradhatna ki. Valahogy önöket Belgium fővárosa jobban érdekli, mint Magyarország és a magyar emberek. Hát ez a helyzet. Elég perverz és egy kicsit talán kóros is, de hát legyen, csak akkor nem kell Magyarországon politizálni. Miért foglalkoznak magyar közpénzmilliárdokból Brüsszellel? Miért kell nekünk azt hallgatnunk, hogy Brüsszel így, Brüsszel úgy, miközben a rezsiszámlánkról, az elszaladt kiadásainkról, az életünkről nem beszélnek? Nos, hát én azt javaslom, hogy ha ennyire szerelmesek Brüsszelbe, akkor költözzenek oda. Orbán Viktor mondjon le, induljon el a brüsszeli polgármester választáson, sok sikert kívánunk neki. Magyarország és a magyarok gondjait pedig majd megoldja Dobrev Klára és az Árnyék kormány által előkészített szociáldemokrata fordulat. Úgyhogy már csak egy kérdésem maradt hátra, államtitkár úr, mikor indulnak?